Amikor 2012. júniusában felkerestem Mesterházy Attilát a parlamenti irodájában, felajánlottam neki, hogy pártatlan és tárgyilagos tárgyaló partnerként megszervezem a demokratikus ellenzék együttes fellépését a következő választásra, ami akkor még meglehetősen távol volt. Mesterházy hátradőlt a székében, és kifejtette nekem, hogy neki semmi szüksége arra, hogy másokkal egyezkedjék, hiszen a pártja legnagyobb, és 31%-on áll. Egy pillanatra még a lélegzetem is elállt ekkora önteltség és ostobaság láttán. De aztán, amikor magamhoz tértem, elmondtam neki, hogy 31% az csak annyira jó, mint 1%, azzal nem fog sokra menni. Ő azonban hagyhatatlan maradt egészen a dicstelen végig. Most pedig meg lehet nézni, hogy mi lett belőle, valahol hátul bujkál a parlamenti sorok között, a pártja pedig tartósan alulról nyaldossa a 12%-ot. A hiányzó valóságérzék és gyenge ítélőképesség akkori tombolásának újabb, még kirívóbb esete látszik megvalósulni Botka László feltűnésével. Ez a vidéki polgármester, mint miniszterelnöki jelölt, szinte szóról szóra ugyanazt a forgatókönyvet látszik követni, mint az elődje, és amit Orbán Viktor vezetett be demokrácia helyett 7-8 évvel ezelőtt. Könnyű felismerni, és rajta kívül mindenkinek nyilvánvaló, hogy a saját érdekét és szempontjait erőlteti rá a pártjára, mintha az lenne a politikai program számukra. A párt kilugozott és határozatlan tömege, és itt a tömeg szót egyáltalán nem kell szó szerint érteni, egyéb hiány megszavazta a jelöltségét, de természetesen az, ami csúfos kudarchoz vezetett 2014-ben, az legközelebb még nagyobb kudarc lesz, sőt, valójában most már nem kevesebbről van szó, mint a szocialista párt megmaradásáról. Márpedig ez a politikai stílus csak a megsemmisülésbe vezeti a pártot. Kénytelen vagyok újra emlékeztetni az orbáni stílus és a vidéki polgármester akaratos stílusa közötti hasonlóságra. Bármit is tesz, engem az semmi esetre sem emlékeztet egy demokratára. De még egy ügyes politikusra sem. Nagyon tekintélyes és szava hihető politikustól tudom, hogy ez év telén készen állt egy egyezmény a demokratikus ellenzék összefogására, melyet februárban szándékoztak aláírni. A szerződő partnerek meg is jelentek az aláírásra, de a szocialisták nem jöttek el. Tessék ezt úgy érteni, hogy nem lemondták, nem kimentették magukat, hanem egyszerűen csak nem jelentek meg, szó nélkül semmibe vették a kollégáikat, az ország érdekét, és általában a civilizált viselkedés normáit. Nos, így bizony nem lesz könnyű megnyerni a választók szimpátiáját. Ugyanezzel az érzéketlenséggel kezelték az előválasztás kérdését is. Az előválasztás demokratikus úton pótolta volna a Fidesz által eltörölt első választási fordulót, és az nagy mértékben felerősítette volna a választás és az ellenzék iránti érdeklődést a szavazókban. De miután demokratikus verseny tett volna lehetővé, azt Botka László, a gyakorlatlan vidéki polgármester nem merte vállalni. Hogy Botkával baj van, azt ma már a pártja is jól látja. Különösen azután, hogy a múlt héten magához rendelte a párt prominenseit, mondhatnák úgy is, hogy beidézte őket, de minek bosszankodjunk többet a szükségesnél, hogy kiadja nekik az utasításait, mint azt Orbán Viktor tette annak idején. Az általa beharangozott árnyékkormány pedig aligha több, mint pipiskedés, hiszen Botka saját ügyét lesz az hivatott képviselni, nem pedig az országét. Ha Botka valóban azt képviselné, amit állít, nevezetesen az ország érdekét és a demokrácia helyreállítását, akkor elsősorban fölemelni a telefont, felhívná a demokratikus ellenzék pártjait, és megkérné őket, hogy delegálják a szakértőjüket ebbe az árnyékkormányba. Csak remélni tudom, hogy nem utasítanák el. Ezután pedig állandó munkacsoportot kellene létrehozniuk együtt,
hogy ennek az árnyék kormánynak folyamatosan témákat és segítséget nyújtson. Sajnos az ostobán ész nélkül elpocsékolt drága időt most már aligha lehet pótolni. De azért még mindig lehet okosan, célra törően eljárni. Az ellenzék a legnagyobb bajban van, mert Botka ahelyett, hogy a feladatát végezné, hogy megszervezné és vezesse az ellenzéket, ahelyett elszívja a levegőt mindenki mástól, a saját karrierjét egyengeti, és ebben a szocialisták ostobán és kritikátlanul segítik őt. Ez bizony elég kilátástalan helyzet, de én mégis látok két megoldást, ha csak halványan is. Az egyik megoldás talán az lehetne, ha a szocialisták elmagyaráznák Botkának, méghozzá a leghatározottabban, hogy nem a miniszterelnök jelöltnek van pártja, hanem a pártnak van miniszterelnök jelöltje. Nem a pártnak kell a botkai fügyszóra táncolnia, hanem a jelöltnek kell a pártot és annak politikáját képviselnie. És ha ez netán nem tetszik Botkának, akkor még akad más, aki a helyére lépjen. A szolgai behódolás a szeszélyes hobortoknak semmi esetre sem célra vezető. A másik lehetséges megoldás pedig az lenne, ha a februári megegyezés többi résztvevői mégis aláírnák azt az egyességet, mégis hozzálátnának a közös kampánynak. A szocik, meg az LMP, meg a többi kis rövidlátó ellenzéki csoportosulás, akik nem hajlandóak együttműködni, hadd kapják meg a büntetésüket a választóktól. Ezek a különutasok már rég megmutatták, hogy belőlük nem lesz kormányváltó erő, ők csak a választók pénzét és idejét pocsékolják. A választást megelőző koalíció azonban nagyon is a választók kedvére lesz. Munkára fel tehát! Míg én ezt a rövid elemzést elmondtam, valakit megint kilakoltattak, valakik megint elhagyják az országot, valakiknek megint csődbe ment a vállalkozása, valakire megint ráállt bosszúból az adóhivatal. Nincs vesztegetni való idő.